A Cegei kastély és a Cegei tó. Az egyik képünkön látható épület a körülte terjedő szép kerttel a Cegei gróf Vas család ősi kastélya. Cege a mezőség nyugati szélén, Doboka megyében fekszik, Szamosújvártól mintegy másfél órai távolságra. Lakosai nagyobb részint oláhok, kevés református magyar. A falu ősfészke, s jelenleg is lakhelye a gróf Vas családnak, mely családfáját 1176-ig viszi fel, s első őse Lób, ki mondott évben a görög császár segítségére állított magyar táborban derekasan harcol. Ez a Lób testvérivel Tamással több falut nyert a királytól, mint a következő király 1230-ban új oklevéllel erősített meg. Lóbnak fia Emik és Káma. Emiknek fia János és Miklós, kik a Vas melléknevet kezdik felvenni. Miklós fiai Pál és István, kik 1363-ban Nagy Lajostól pallos jogot nyernek Cegére. Erdély történetében nevük ez idő óta állandólag szerepel, s kitűnő hivatalokat viseltek, s mind a harctéren, mind a zöld asztal mellett jeles hazafiakként szerepeltek. Miklós, György és Ádám testvérek 1746-ban grófokká lettek. A Miklós és György ága kihalt, de Ádám két fiától lejövőleg jelenleg a család két ágban él, s van kilenc férfi tagja. A képünkön látható kastély gróf Vas Jenő tulajdona, egy emeletes szilárd épület négy szögletbástyával. Az épületről azt mondatik, a családi levéltárban látható adatokban, hogy 1698-ban épült, ezt mutatja egy alább közlendő újabb keleti felirat is, de ha az ember a pincét megjárja, s annak várakarjára illő vastag falait, faragott kőből, a művészien elkészített ajtait és ablakait látja, azonnal bizonyossá lesz, hogy az épület alsó része sokkal régibb a 17. századnál, s a kör és csúcsíves kőfaragványok sokkal régibb időkre, s különösen az átmeneti korszakra utalnak, mely a Cegei Vas család emelkedésének idejével majdnem egy időre esik. Ezen kívül, ha látjuk a szomszéd északi halmokat, melyek alatt terjedelmes, 5-6 század nemzedékét magukba foglaló sírboltok vonulnak, lehetetlen elhinnünk, hogy csak a 17. században építették volna az erős lakót. Valószínű tehát, hogy a jó Vas György csak nagyban renovált. Az épület keletre fekvő homokzatán, az erkély felett, egy kőbe a következő ódonmodorú sorok vannak vésve. 1098-600 esztendőben ez a ház Vas György által épült elsőben, annak fia László nemzett magzatokat, de halál kívánja csak hamar azokat. Vas Dániel ágon, így Vas Miklósé lőn, s Bánfi Krisztináé, kit a gróf társulvön. Miklós holta után egy bástya ledüle, és úgy építéshez az özvegy készüle. 1770 folytán felépüle, ez formában, hogy az Isten segítette, áldasség szent neve örökké érette. Ki már gróf Vas Farkast, itt oly fővé tegye, kitől ízről ízre e házurát vegye. A házépítető Vas György arról is nevezetes, hogy élete folytából, mely a Rákóczi forradalom idejére esett,
kötetekre menő naplót hagyott hátra, mely azonban még kiadásra vár. A kényelmes épületet előről kis park, s hátrafelé terjedelmes nagy kert veszi körül, és az udvartól közvetlen kelet-délre terül el Erdély legnagyobb tava, a Cegei tó. A mezőség kopár, erdőtlen hegyei közé benyúlva, s mintegy az erdős hegyeket azokkal összekötve terjed e szép tó, Cege alsó végétől Novaj, Szent Gotthárd és Gyeke felé. A tó terjedelme mintegy 2000 hold, s nyári időben közepetáján, majd egész hosszában a vízmélysége 10-12 láb. A tó nagy része sűrű nád erdővel van körülvéve, de azért pompás tükrei is vannak, a legnagyobb tükre Szege mellett, a szélein a víz iszapos, mocsáros, libák, rucák, malacok kedvenc tanyája, de közepe felé kristálytiszta, zöld színű, fenekén finom fővény terül el, s a legkellemesebb fürdés esik benne. A parti nádasok telve vannak ezer meg ezer vadrucával, szárcsával, gémekkel, néha vadudakkal, és oly szép fényes mellű buvárokkal, melyekhez hasonlót eddig elő sehol sem láttam. A tó hallal is nagy mértékben bővelkedik, s télen át rajta mindig nagyszerű halászatokat tartanak a birtokos gróf Vas család tagjai. A tó alsó részén fűz és egerfák közé rejtve egy kis malom áll a tiszta nyári estéken, hallgatva a malomkerekek milla csörömpölését, s nézve a hegyek mögött emelkedő teleholdat, amint csillogó fényét a tó rezgő hullámai szétönti, egyike a legszebb természeti látványuknak. Cege határán és a tó körül, s a szomszédfalvak, főként Gőce környékén folytonosan találnak régi fegyverdarabokat, római és görög császári pénzeket, s más apróságokat. A tó partja 1282-ben csatatér is volt. Az Oldamur vezérlete alatt csatangoló kunokat ugyanis Kun László és Loránd erdélyi vajda itt keményen megverték. A kunok egy része fogságba esett, a többi kiszaladt Erdélyből.